csak így tovább. Kézzel készített ajándékokat oszt szét a negyedikeseknek a Gárdonyi Géza iskola igazgatója. Az ajándékozás apropója egészen a tavalyi évzáróig nyúlik vissza, amikor is a gyerekek arról hallhattak történeteket, hogy jót tenni jó, és hogy valójában milyen egyszerű is ezt véghez vinni. Beszéltem nekik arról, hogy ennek milyen pozitív élettani hatásai vannak ránk is, illetve milyen könnyű jót tenni. Jót teszek akkor is, ha jó ízben megeszem, amit elém tettek ételt. Jót teszek akkor is, ha azt megköszönöm. Jót teszek akkor is, ha porszívózok. Tehát én apró, egyszerű, a gyerekek által is megvalósítható feladatokat mondtam el. És amikor vége volt az ünnepségnek, akkor azért ráadásként megjegyeztem nekik, hogy akik ezt gyakorolják szorgalmasan és becsületesen, azoknak én karácsony előtt ajándékot is fogok adni. A gyerekek megfogadták az igazgató tanácsait, és igyekeztek jót tenni másokkal. Segítettem anyának takarításba meg ilyenekben, de főleg az, hogy nyáron beteg volt a nagymamám, és neki segítettem, hogy vigyázzam rá például, mert nem tudott egyedül már otthon maradni a hátában, meg reggelit hoptam neki, meg ilyeneket. Segítettem otthon kiporszívózni, sütni, főzni, hát kutyát sétáltatni. Apának segítettem szerelni, vagy anyának főzni, kiporszívózni, vigyáztam az öcsémre. Egy kicsit rendszerezettebbé tették ebbéli munkájukat talán. Több szülőtől kaptam visszajelzést, hogy valóban porszívóztak a gyerekek. Tehát mi magunk sokszor nem is gondoljuk, hogy az általunk mondott szavak mennyire megfogannak ezekben a kicsi gyermeki lelkekben. Voltak olyanok is, akik naplót vezettek arról, hogy hogyan segítettek a körülöttük élőknek. Megkínáltam a vendégeket, összesügöltem, kiteregettem a ruhákat, fésüteményeket vásároltam, kitakarítottam az autót. Egyes tanulók jóságukért cserébe vesszőből font szívet, míg mások angyalkát vihettek haza. Emellett pedig egy nagyon értékes ajándékkal is gazdagodtak. Saját tapasztalataikon keresztül megtanulták, hogy milyen jó dolog jót tenni. Ő nekik is jó, és hogy én is örülök neki, hogyha ők örülnek. Főként azért, hogy örömet szerezzünk másoknak, megvigasztaljuk őt, ha valami baj van, hát ilyesmikben jót tenni, jó. Nagyon szép látvány, hogy a másik örül, boldog, és hogy ezt mi tehettük neki. Örömet szerezünk másoknak, és nekünk is öröm látni, ahogy a másik örül. Az ajándékok elkészítésében az igazgató úrnak több tanár, sőt még a portás is segített. Egy közös cél vezérelte őket, hogy örömet okozzanak a gyerekeknek. Láthatóan megérte a fáradozás, a tanulók csillogó szemmel álltak sorba a meglepetésekért. A Gárdonyi iskolában elsőtől az ötödik osztályig közel 400 kézzel készített ajándék talált magazdára.